Eneos, Japán első számú motorolaja, importőre a Szakelmetál autóalkatrész. Az Építési és Közlekedési Minisztérium felülvizsgálja a zéró tolerancia eltörlését, vagyis hogyha ez a módosítás megvalósul, akkor ezentúl kisebb mennyiségű alkohol elfogyasztása után is legálisan autóba lehetne ülni, írja a 24.hu. Nagyon érdekes és nagyon összetett kérdés, kapásból ott van például, hogy a belügyminisztérium viszont ellenzi a módosítást. Ezt fogjuk ma körbejárni, iratkozzatok fel a Check Engine-re, nyomjatok csengőt, lájkot, aztán kezdünk! A zéró toleranciát 2008-ban vezették be. Előtte, hogyha a szonda 0,8% alatti véralkohol szintet mutatott, akkor a rendőr mérlegelhetett, azóta viszont az itt a sofőrtől a helyszínen el kell venni a jogosítványt, hogy mennyi időre és milyen szankciókkal, azt a későbbi vizsgálat dönti el. A véralkohol szint a vér alkoholtartalmára utal, vagyis hogy 1000 ml vérben mennyi alkohol van épp, amikor a mérést végzik. Például, hogyha az érték 0,8%, csak hogy az előbbi példánál maradjunk, akkor az azt jelenti, hogy 1000 ml vérben 0,8 ml az alkohol szintje. Ha egy sofőrt ittas vezetésen kapnak, és a véralkohol szint nem haladja meg a 0,50 g per liter koncentrációt, illetve a 0,25 mg per liter légalkohol koncentrációt, akkor szabálysértésről beszélünk, e felett viszont már bűncselekmény a jelenlegi törvények értelmében. Az ittas vezetés büntetése általában járművezetéstől eltiltás, akár 10 évig is, valamint több százezer forintig terjedhet maga a pénzbírság is. Na most ezek az eddig ismert tények, tehát a minisztérium foglalkozik ennek a felülvizsgálatával, és azért van abban valami ironikus, hogy pont az a Lázár János vezeti ezt a minisztériumot, akit néhány évvel ezelőtt csak Lézer Jánosként emlegettek, ugyanis a szolgálati S8-asra felpattintott egy pár lézerblokkolót. Na de, hogy a témában igazán kompetens megszólaló is legyen, aki tisztában van az alkohol élettani hatásaival, valamint azzal, hogy hogyan reagál rá az ember autóvezetés közben, megkerestem dr. Zaher Gábor toxikológust, aki nagyon szívesen vállalta a megszólalást. Szépen köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat, ugye említette, hogy ez most egy forró téma. Amikor elkezdtem kutatni ennek a hátterét, akkor az derült ki, hogy ugye 2008-ban bevezették a zéró tolerancia intézményét, hogy előtte viszont 0,8%-es véralkohol szintig a szabályozás úgymond megengedő volt. Hát ez egy szabálysértési történet volt, és utána lett bűncselekmény. Így van, de ez a 0,8%, ezt ugye az emberek most sokat hangoztatják, hogy hó, hát bezzeg más országokban 0,5%, 0,2%. Mit jelent 0,8%? Mit érez ilyenkor az ember? Egyáltalán lehet ez valahogy fizikai vagy mentális állapottal leírni? Lehet is, meg nem is, azt kell, hogy mondjam. Hiszen itt azért nagyon sok függ attól, hogy valakinek milyen az alkoholfogyasztási gyakorlata. Ha veszünk mondjuk egy RMA-t, rendes magyar alkoholista, akkor ő a 0,8%-et gyakorlatilag meg sem fogja érezni. Sőt, ugye amikor ő reggel fölébred, kicsit recegve, kicsit izzadva, megissza mondjuk a söröcskéjét, kettőt, vagy esetleg két-három tüskét, nagyjából egy a 0,8-as ezrelékes véralkohol szintnél azt mondja, hogy jól vagyok. De hát a társadalomnak van egy ilyen része, szóval ezt nem is szabad Magyarországon se tagadni. De ott van például mondjuk az a 15 éves fiatal, aki próbálgatja a szárnyait. Nála az a 0,8-as véralkohol szint már mondjuk kis elmosódott látás, talán kicsit szélesebb alapú járással jár együtt. Jó, ettől ő még nem fog a sarokba ott hányni című történet. De mondjuk, ha ő nem rendszeres alkoholfogyasztó, és mondjuk 19 éves, és van már egy jogosítványa, akkor ezzel a 0,8-as véralkohol szinttel ugye jelentősen megnő a reflex ideje, a perifériás látása az jelentősen lecsökken, az mit jelent, hogy esetleg jön a biciklista, jön az autós, visszapillantó tükörbe nem úgy tudja értékelni ugye a távolságukat. Szóval nagyon-nagyon nagy egyéni különbségek lehetnek, és nem tudjunk itt egy kaptafára húzni ezt a történetet, hogy azt mondja, hogy 0,8, akkor ennyi. Ugye a törvény az azt mondja, hogy ugye igen enyhe, enyhe, közepesen súlyos, súlyos, ugye, ahol véralkohol szint mellé állítanak bizonyos mondatokat, ami persze itt is ugye egy olyan dolog, amit mondjuk esetenként nagyon sok embernek a véralkohol szintje és a különböző klinikai tünetek alapján pakoltak össze. De az a baj, hogy egyénre lebontva nem lehet általánosítani, viszont ha nézzünk esetleg egy orvosi gyakorlatot, egy joggyakorlatot, ott akkor nem lehet azt mondani, hogy akkor ennél mondjuk a 0,8 ezreléke semmi, mert ugye
ha így kezdene reggel vezetni, az baromi veszélyes lenne, de a megivott alkohol mennyiségtől mondjuk tök jól vezet, a másiknál pedig nem. Szóval ott valahogy ugye egységesíteni kellett ezeket a dolgokat. Ez az egyéni tolerancia, ez egy nagyon fontos kérdés szerintem, és erre később vissza fogunk térni, de előtte egy kicsit még tényleg az alkoholfogyasztási szokásokról. Ugye van ez a mantra, hogy napi egy pohár bor még az egészség megőrzését is szolgálja. Ez most még így 2023-ban még megáll, vagy esetleg ennél azért a tudomány már tovább lépett? A tudomány túllépett, szóval ezen már odébb vagyunk. A New England Journal of Medicine, ez a világ egyik vezető orvostudományi folyóirata. Körülbelül olyan 4 évvel ezelőtt lehozott egy 6-8 oldalas cikket, ami 40 évre visszamenőleg, 190 ország, elég jelentős merítés, meg vizsgálták ugye alkoholfogyasztási szokások, halálozás, rengeteg egészségügyi adatot, hiszen arra voltak kíváncsiak, hogy mi az az alkoholmennyiség, amit ha rendszeresen fogyasztunk, és tényleg ha a rendszeresről van szó, most nem arról, hogy mit tudom az ember vacsora után, mit tudom én két hetente egyszer megiszik egy fröccsöt, hát ez nudli. Rendszeresen fogyasztunk, akkor gyakorlatilag a legkisebb rizikóval bír. És ugye olyan is mondta, egy pohár jó minőségű vörösbor, hangsúlyozom, ezt egy kicsit finomítani kell a mondatot, érelmeszesedés gátló hatása van, ez egy régóta bizonyított tény, ugye a rezervatról nevű anyag, ami benne van, jó minőségű vörösbor, hangsúlyozom, azoknak van ilyenfajta hatása. Most végülis arra a döntés született, azt a konklúziót vonták le ebből a vizsgálatból, hogy a megengedett rendszeresen fogyasztott mennyiség 0 mg alkohol. Ami most persze nagyon tök érdekesen hangzik, de ha az egész szervezet egészét nézzük, akkor gyakorlatilag 0 mg az, ami a legkevesebb problémát fogja valójában okozni. Most ez persze nem azt jelenti, hogy elvárás legyen az, hogy gyakorlatilag a világ minden országában mindenki abszidens lenne. Részben azt gondolom, hogy itt azért az alkohol lobby ebbe tönkre menne először is, habár azt gondolom, hogy nem sírna utána azt gondolom a történelem, hogy akkor úristen, most nincs alkohol. Ráadásul, hogyha az etanolt, ugye az alkoholt, azt ma találnák föl, mint egy új kémiai szert, szerintem ennek kéne a legjobban őrzött titoknak lenni a világon, mert ha belegondolunk abba, hogy itt az elmúlt néhány száz évben, most csak néhány száz évet nézünk, hány családot vert szét, most akár szó szerint is értendően, maga az alkohol fogyasztás, milyen kriminológiai történetek vannak ugye itt alkohollal kapcsolatban, csak elég itt az amerikai, ugye alkoholtilalomra, szezcsempészetre, mafiaháborúkra, stb. Gondolni, hogy egyáltalán hányan haltak meg alkoholfogyasztás miatt, hogyan érintette ez a különböző családokat, akár csak egyetlen egy alkoholbeteg az hogyan tudott akár szétrántani tulajdonképpen családokat, akkor bizony ez egy nagyon-nagyon szigorúan őrző titok kellene, hogy legyen. Ez egy nagyon érdekes kettősség, hogy a dohányiparnak nagyon-nagyon szigorúak a regulációi ilyen szempontból. Tehát, hogy például most csak az autóiparnál maradva, hogy Forma 1-es autón már nem lehet így ott van. A Marlboro. De! Alkoholt? De ezt akartam mondani, hogy de a így Fosters, van. Mert teleplakátolhatja, meg a Heineken teleplakátolhatja a pályákat. Igen. Ha bár becsületükre legyen mondva, azért jellemzően az alkoholipari cégek mondjuk pont az autózásnál a 0%-os termékeiket reklámozzák. De ettől függetlenül mégis furcsa ez a kettősség, amellett, hogy egyik sem támogatandó tevékenység, az egyik valahogy mégis kulturálisan talán jobban beépült. Igen, de ez Magyarországon is pontosan ugyan előjött, hiszen amikor ugye itt megszigorították ugye a különböző dohánytermékek árusítását, ugye nemzeti dohánybolt, tejüveg, egyforma csomagolás, no reklám, stb. Akkor felmerült ötletként, hogy az alkoholos italokra is kerüljenek rá mondjuk hasonló mondatok és fotók. Hiszen ugye ott is tudnánk nem csak a tüdőrák, a haldokló felnőtt, a roncsászívott tüdő, és egy csomó ilyen elrettentő képet lehetne, ugyanezt az alkoholból is meg lehetne csinálni, ugye májcirózis, ugye májelégtelenség, májdaganat, hasvízkor, sárgasság, stb. Alkoholos. Pszichés hatások. Hát az mondjuk egy képen kevésbé látszanak, igen. De azt gondolom, hogy sok minden. És ugye kiderült, hogy itt is egy tök jó működő lobby tevékenység van, mint ahogy most is ugye ezt a 0,5%-ig való megengedett autóvezetés is alapvetően ugye egy alkoholos lobby hozta elő ezt a történetet. Világos, hogy kellett hozzá egy szócső esetenként ugye a kormányzatból, aki azt mondja, hogy hát gondolkozzunk el ezen a történeten, és semmi baj nincs azzal, hogy gondolkozzunk el, mert azt gondolom, hogy nagyon sok minden olyan történet, amin el kellene gondolkodni, hogy lehessen rajta változtatni, de most itt 2023 nyarán Magyarországnak az a legnagyobb problémája,
hogy most itt null toleranciából módosítsunk 0,5%-re. Egy olyan országban, ahol 20% fölött van az infláció, ahol a társadalmi jól egyre szélesebb, egyre több ember él a szegénységi küszöb alatt, és még mondhatnék számtalan ilyen dolgot, akkor ezen gondolkozzunk el. És ez megint kísértetésen hasonlít számomra, ugye itt a marihuána legalizációs történetekre, hogy igen, kell róla beszélni, de most nem a marihuána legalizálással kell foglalkozni, persze ott lennének lépcsők, itt nincs lépcső, habár ugye, hogy az ember olvasta a javaslatot, hogy főút, meg mellékút, meg hány éve van jogosítványod, milyen gyakorlott vezető vagy, szóval csak bonyolultabbá teszi a dolgot. Ez most, hogy azt mondjuk nulla, ez a legegyszerűbb. Ja, és nem kell számolni. Mert ugye miről van szó? Elmegyek a buliba, odafelé autóval, nem ittam. A buliba megiszok, mit tudom én, 2 pohár bort. Akkor az ember el kell számolni, 13%-os alkoholtartom, ez ennyi grammot jelent, akkor ennyi. Nagyjából ilyen a felszívódásom, akkor most körülbelül itt tartok, mondja mondjuk este 11-kor, akkor figyelembe veszük azt, hogy átlagban mondjuk 0,15%-kel csökken a véralkohol szintem óránként, akkor azt mondom, mondjuk ki tudom számolni, hogy akkor tük-tük-tük-tük, akkor mondjuk hajnali 2-re, 3-ra elérem azt a szintet, ami után már biztos autóba tudok ülni. És beül az autóba, szépen megy, rendőr megállítja, megfújják, hopp-hopp, hát baj van, mert több a megengedettnél. Mi is történt akkor? Az, hogy ez a 0,15%, amivel óránként csökken a véralkohol szintünk, ez egy átlag. Amit mondjuk megint csak sok ezer, tízezer mérési adatból azt mondták, hogy ezt elfogadhatjuk, amit a szakértői gyakorlat tud egyértelműen használni. Mert különben mit kéne csinálni? Mondjuk ön megbukna, hogy, és azt mondja, hogy kérem, megittam 3 feles meg 3 sört. Rendben van, akkor most elvégezik a következő kísérletet, ön itt most megiszik 3 felest 3 sört, veszünk óránként véralkohol szintet, és akkor nézzük, milyen lesz az alkohol kinetikája. És lehet, hogy az öné egyszer 0,07, de lehet, hogy egyszer meg 0,3. Ami jelentősen különbözik, mert a 0,15 az egy átlag, amivel a szakértői gyakorlat jól tud számolni, de egyéni különbségek lehetnek. És akkor az ember azt mondja, pedig én kiszámoltam, hogy itt ennyi volt, aztán ez így leűrült, mostanában itt kéne tartani, ja, hogy most nem ennyi. Ja, meg ráadásul előtte mondjuk megettem 3 tálpacalt, és úgy ittam meg az alkoholt. Ja, és múltkor meg, akkor meg üres gyomorra ittam meg. És ugye döntően különbözik a felszívódás, a kiürülésbe is lesz tulajdonképpen különbség. Itt annyi faktort kéne figyelembe venni, hogy nem a legegyszerűbb azt mondani, hogy gyerekek, lópia, és a piász nem vezethet. Hello! Ezzel meg is válaszolt egy későbbi kérdésemet, viszont még nem akartam ennyire erőre rohanni. Az nagyon jó, hogy említette a lobby tevékenységet. Itt ugye Bok József, a Bok Pince Kft. Ügyvezetője érvelt azzal többek közt, hogy mondjuk 2010 körül 23-24 liter bor volt az éves magyar borfogyasztás, egy főre vetítve nyilván, addig ez most arra lement ilyen 15-16 liter környékére. Mi az oka ennek? Azt nem gondolnám, hogy alapvetően kevesebbet iszunk. Ezt esetleg tényleg az otthoni pálinka főzés liberalizációja vezetett ehhez, vagy egész egyszerűen más szerektől szeretnénk tompulni, vagy gasztronómia. Mi az oka ennek? Itt azt gondolom, hogy nem feltétlenül arról van szó, hogy akkor most azok, akik eddig bort ittak, most már nem bort isznak, hanem mondjuk marihuánát szívnak, és így tovább, és így tovább. Szó nincs erről. Részben azért, hogyha belegondolunk abba, azért ebbe az elmúlt jó néhány évben az, ahogy már itt az előbb említettem, a társadalmi olló egyre szélesebb lett. Magyarán szólva, az, akinek van pénze, az tud minőségi alkoholt fogyasztani. Most, akinek meg nincs pénze, ugye az általában lentről választ. Ugye az a bor, amit le kell hajolni a boltba, az nem feltétlenül a minőségről szól. A jó minőség az nagyjából szemmagasságba kezdődik. Hát körülbelül, amért így nyúlunk. Nem és vagyok borfogyasztó, de ez egy jó indikátornak tűnik. Hát hogyha bemegy az ember egy, mit tudom én, egy ilyen hipermarketbe, és akkor ott megnézi a felhozatalt, alul van a tablettás, a kannás, a műanyag üveges kiszerelési történet, és nagyon sokan ugye ezeket fogyasztják, ami igazándiból hát nem feltétlenül jó. Vagy átálltak a tömény alkoholra, amit például lehet látni a fiatalok alkoholfogyasztási szokásain, hogy a 16 éves fiataloknál végzett vizsgálat azt mutatta, hogy 40-45%-uk, ugye az alkoholfogyasztási szokásait nézték ezeknek a fiataloknak, tömény alkoholt fogyaszt. Miért is? Mert abból elég meginni 3-at, és akkor az már beüt. Na most azért borból ugye 12-13%-os alkoholtartalom, a másik meg 40, azért ott van jelentős különbség, a hatása sokkal hamarabb fog valójában a tömény alkoholnál megjönni. Nem beszélve arról, hogy ott is azért már egyre több olyan idézőjelben minőségtelen
tömény alkoholt lehet kapni. Hát a legutóbb, amivel találkoztam itt az egyik hipermarketben, most már nem ugye tüskéket csinálnak, hanem mint a kávés tejszín, csak kicsit nagyobb. Ez a műanyag poharas letépő. Ez a műanyag letépő. Zseniális ötlet szerintem mellesleg. De hát ugye, mikor rá van írva, hogy alkoholos ital, és akkor oda van írva, hogy körteízű, meg meggyízű, meg mit tudom én, hát mikor látott tengerész jellegű szeszélyt. Igen, mikor látott ez például gyümölcsöt. De hát ilyen a szomszédos országokban is megvan, ugye Romániában a kék szesz, ugye, hogy itt akár a különböző ilyen pancsolt alkoholok, amiket itt isznak az emberek. Szóval szerintem alapvetően ez az egyik fontos oka. Részben átálltak töményalkoholra, részben pedig ugye hát az elszegényedés kapcsán egyre rosszabb minőséget fogyasztanak, és talán ugye ez is hozzájárul az, hogy talán kevesebbet, hogy egyszerűen nincs pénzük az embereknek arra, hogy már igyanak is. Hiszen gondoljon bele, az elmúlt két évben egy harmadával lecsökkent a pénzüknek az értéke. Akkor ez egyfajta ilyen passzív prevenció. Igen. A leggyakrabban elhangzó érv, amiben amúgy még némi ráció is van, hogy ha már elmegyek vacsorázni autóval, akkor egy pohár bort hadd ihassak meg mellé. De akkor most az, amiről korábban beszélgettünk, annak alapján jól értem, hogy orvosilag és biológiailag az egy pohár az nem értelmezhető? Abszolút nem. Megmondom őszintén. Én azt gondolom, hogy persze, ha elmentem autóval, akkor nyugodtan megijattam azt a pohár bort, legfeljebb visszafelé majd a sofőrszolgálattal megyek. Ez a legegyszerűbb dolog. Vagy, és most ebbe is bele kell azért gondolni, azért, ha itt most és persze most itt Budapest belvárosában vagyunk, de mondjuk ne így csináljuk alapvetően ezt a vizsgálatot, hanem mondjuk valamelyik külső kerületben, a 100 szembe lévő ember, aki jön velünk szembe, és megkérdeznénk, hogy mikor volt utoljára klasszikus módon vacsorázni, hogy beült az autójába, elment az étterembe, megvacsorázott, és utána hazament. Nem tudom, hogy hányan, de ön szerint a 100-ból hányan mondanák azt, hogy mondjuk az elmúlt egy hónap, elmúlt két hónap, elmúlt fél év. 20 és 30 közé. Biztos, hogy szerintem még annyi talán nincsen. Biztos is. Ettől a pillanattól kezdve ugye megint ez miről szól? Megint csak arról szól, hogy egyre kevesebben engedhetik meg maguknak azt. Habár végigmegyünk a belvárosba esténként, tömbbe vannak az éttermek, ugye a kerthelyiségek, stb. De ez egyre inkább egy réteg szolgáltatás. Pontosan ugyanolyan, mint ez a klasszikus kérdés, hogy mikor voltak utoljára nyaralni. Na, azt még soha. Egy kicsit szeretnék az alkoholfogyasztás pszichológiájáról beszélni. Beszélgettem erről barátaimmal, és felmerült egy olyan gondolat, hogy a zéró tolerancia az ugye egy tiltás. Hogy ugye amit tiltanak, az mindig egy kicsit kecsegtetőbbé válik, és hogyha feloldódik a tiltás, mert mondjuk tényleg sofőrszolgálattal megyünk, vagy a haverunk vezet, vagy anyukánk visz egy fiatalabb srác esetében, akkor nincs-e olyan hatása ennek, hogy amikor mégis felszabadul ez a tilalom, akkor az ember esetleg elveszti a kontrollt. Nagyobb eséllyel veszti el a kontrollt. Én azt gondolom, hogy ez a kontrollvesztés amúgy is jellemző, mert nagyon nehezen tudunk keretrendszerbe gondolkodni. Én azt szoktam mondani a fiataloknak is, hogy ott van mondjuk ez a 17 éves fiatal, aki mondjuk elmegy egy buliba, fogott alkoholt fogyasztani? De múlt el 18, hát ez hogy lehet? Hát majd amikor betöltött fiam a 18-at, akkor majd ihatsz alkoholt. Tehát 17 évesen ez egy borzasztó dolog, nem, hogy alkoholt fogyaszt. Hát az ember visszagondol, hát önöknek még közelebb, nekem már nagyon-nagyon távol ugye a 17. életében, de hát ilyen abszolút mértékig volt. Most mi van akkor, hogyha ez a 17 éves fiatal elmegy a buliba, és mondjuk ott megiszik két fröccsöt? Mi lesz vele? Semmi. Kicsit jobb, viccesebb, kicsit kipirul, röhögősebb lesz, ugye, ha kisasszonyak ott a kis pusapot is jobban megrázza, ugye ott a kandurka előtt, hogy na, gyerünk kis drótfarkukám, szedd össze magad egy kicsit jobban, aztán legyél már egy kicsit aktívabb ebbe az egész történetbe, de nem lesz baj. De amikor a harmadikat megissza, akkor ott már azt mondja, hát szarok bele, hát nem érdekel. Negyedik, ötödik, hatodik, hetedik, nyolcadik, és már is ott fekszik a sarokban, beszarva, beugyozva, összeokádva. Tök jó, nem? A keretrendszer az egy borzasztó fontos dolog. Mert ő ezt megtanulja, a keretrendszert, és pontosan tudja azt, hogy most attól a kettőtől semmi bajom nem lesz. Ráadásul nem azért megy el a buliba, hogy mondjuk másfél óra múlva tök jó képeket csináljanak róla, ami föl lehet tenni ugye Twitterre, TikTokra, ide-oda, ami soha nem fog onnan eljönni, hanem azért, hogy jól érezze magát. És a jól érzéshez letűz a kettő, oké. De ha ő beleszokik egy másik keretrendszerbe, hogy most már idézőben felnőtt lettem, most már van jogosítványom, van autóm, akkor ez egyfajta felelősséggel járhat együtt. És innentől kezdve az én keretrendszerem a nulla. És itt a keretrendszereken van szó, mert azt, ha megtanuljuk
fiatalkorunkban a keretrendszereket. Hogy, hát most a legegyszerűbb keretrendszer, amit az életünkben van, ha már közlekedésről meg piálásról van szó, a KRESZ, nem? Igen. Hát ott azt mondja, hogy kérem szépen, ittól most vagyunk itt kint az utcán, mennyivel lehet menni? 50-nel. Hányan szoktak itt menni 65-tel? 70-nel, ráadásul széles utca, viszonylag hosszú is az egyenes szakasza, és így tovább, és így tovább. Szóval, ha betartunk keretrendszert, akkor működőképessé vált az életünk. Ha nem, akkor lehet ebből probléma. Mert pont a fiatalnál is, ha belegondol, hogy látja azt, hogy apa őt viszi, mit tudom én, 12 éven keresztül iskolába. Ugyanazon az úton. Apa pontosan tudja, 1000 éve vezet, sohasemmi baleset nem volt, itt kátyú, itt kanyar, amott kanyar, 30-as táblánál apa 50-nel megy, 50-es táblánál 75-tel. Soha nem volt baj. És a gyerek megkapja a jogosítványt, és akkor elkéri az autót, mert megbízunk a gyerekben, miért ne bíznánk bele, és azt mondja, hát ha apa jöhet, 30-as táblánál 50-nel, hát én is, az 50-es táblánál 75-tel. Mert a gyerek lábában van 14 önálló kilométer, és az első ilyen kis akármin, autó megcsúszik, felszalad a buszmegállóba, kikuglizik három embert a buszmegállóba, ott tört a 19 éves gyerek élete kettébe. És most nem csak azért, mert hogy elveszik a jogosítványát, hanem ott lesz élete végéig az a három halott, akit ő valójában okozott. Miért? Mert ezt a mintát látta otthon apától. Szörnyű kimondani, amikor emberek neveléséről beszélünk, de akkor ez elkerülhetetlen, hogy valamilyen szinten neveljük. De igen, és ez lehetne alapvetően. De ha megnézi például, ugye az alkoholt azt ugye lehet reklámozni. Végigmegyünk itt a városba, hány alkoholról szóló plakátot látunk. Melyik plakát mondja azt, hogy figyelj fiam, igyál, egyik sem. Mit közvetítenek ezek? Életérzéseket közvetítenek. Vagy akár a tévéreklámokat is megnézzük, és most nem feltétlenül ugye a 0%-osokat, hanem ahol rendes alkoholról van szó. Az egyik ilyen kedvenc reklámom, Budapest belvárosa, tetőtéri nagy teraszos lakás. Csinos lányok, csinos fiúk, együtt, buli, stb. Tök jó, sört isznak. Összekovácsolja őket, röhögnek, stb. Hány embernek van budapesti belvárosi nagy tetőteraszos lakása, ahol hétvégén nagy bulik vannak, stb. Stb. Életérzést mutat. Én is ezt szeretném csinálni. És persze rá van írva az óriás plakátra is 8-as betűvel, ugye, amit szerintem még távcsővel se lehet látni. Felelőssége, 18 év alatti, igen. Ha gondod van, ilyen telefonszám, olyan, az életérzések azokat, amiket itt bemutatnak, amit én is szeretnék csinálni. Volt egy másik ilyen, egy skótviszkit reklámozó plakát, amin egy ilyen 50 pluszos napatestű hím fetrenget a napon. És az ember azt mondja, ugye, hogy így tudok én kikapcsolódni, hashtag, és akkor oda volt írva ennek a skótviszkinek a neve. Tök jó, nem? Hát én is ezt szeretném csinálni. A rosszabb akar 24 órából 20 órát tengelyen tölteni a mentőautóba, 24 órából 22 órát talpon tölteni a sürgősségi osztályon, hanem hazamenni, kiröglenni a napra, aztán, hogyha megszomjazom, bemegyek, töltök magamnak viszkit, teszek bele jeget, vagy nem teszek bele, vagy szódát teszem, és megiszom, nem? Életérzést mutat be. És ez a gond ezekkel a dolgokkal, hogy az életérzések, azok csábítóak. És ezzel csábítóvá válik az alkohol is. Szerintem ne csak az alkoholt üssük, hanem amennyire látom a környezetemben, egyre több ember él nyugtatókkal, különböző összetételűek, alapanyagúak, de nagyon sokan feltüntetik azt, hogy ezekkel már nem ajánlott autóba ülni, vagy egyenesen tilos velük vezetni. Hát ez benne van a leíratába. Igen, igen, és hogy ez... a lakosságnak szóló leíratában is benne van, nem csak amit a klasszikus, ugye az a szakmai leírat, olvassa, hanem... Olvassa a betegtájékoztató. A betegtájékoztató, igen, de ha elolvassa, akkor oda van írva, hogy autóvezetés, stb. Stb. Így van, és hogy van ezeknek a hatására bármiféle mérőszem vagy vizsgálati lehetőség, netán szankcionálás a rendőrség számára, vagy ez egyelőre szürke zóna? Nem, alapvetően van, de ez akkor, hogyha történik valami. Mondjuk egy rutin ellenőrzés során, amikor megállítják ugye szilveszter éjszaka az autósokat mondjuk a Margit hídon, és ugye semmit nem szól a rendőr, csak bedugja a szondát, fújd meg, azt a negatív mehetsz tovább, nem kér papírokat. Itt arról nem szól a fáma, hogy mi a helyzet mondjuk ilyenkor az altató nyugtatószerekkel. De ha mondjuk egy közlekedési ellenőrzés kapcsán, ugye a rendőrnek valami nem stimmel, szóval nullát fújnak, és valamit lát, hogy valami olyan furcsa az illető, meg olyan kicsit dezorientált, és így tovább, akkor neki joga van őt bevinni, és akkor gyors teszt, vérvétel, vizeletvizsgálat, és akkor ezek kiderülnek. Ugye most már több mint 20 év vagyok igazsági szakértő, és elég sok ilyen módult állapotú gépjárművezetőst szakértettem már életemben,
És itt azért most nem csak a klasszikus kábítószerekről van szó, hanem ahogyan is említette, ezekről az altató nyugtatószerekről, amelyek szintén nagyon jelentősen tudják befolyásolni ugye, a vezetési gyakorlatát valakinek. Ráadásul alkohollal együtt még inkább, ha bár ugye ott is külön ki van hangsúlyozva, hogy alkoholfogyasztás ugye ezek mellé abszolút nem. Ráadásul ugye a beteg tájékoztatóban is le van írva az, hogy mielőtt elkezdett szedni, konzultálj, hogy az autóvezetést hogyan fogja tudni befolyásolni, nehéz gépkezelés, magasban dolgozás, stb. Szóval ezeket mind befolyásolhatja. És alapvetően ugye itt is kialakulhat egy tolerancia, egyfajta hozzászokás ugye ezekhez a gyógyszerekhez, amikor már sokkal kevésbé jelenik meg mondjuk ez a fajta hatásuk. De ha most itt mondjuk bármelyikünk bevenne mondjuk alprazolámból egy 0,5 mg-osat, direkt hatóanyagot mondok, és nem ugye gyógyszernevet, akkor utána, nem tudom, önök szedik-e, én biztosan nem, akkor jó, akkor innentől kezdve én biztos, hogy mondjuk egy 8-10 órát nem mernék autóba ülni utána. És ez a lassulás, a bódulás, a tompultság. De mi a helyzet a másik véglettel, az energiaitalokkal? Ugye nagyon sokan egy túlhajszolt életet élünk, és több velem is előfordul, hogy többet kell vezetnem egy hosszabb munkanap végén, mint azt eredetileg terveztem, benyomok mondjuk plusz egy kávét. Nyilván már érzem, hogy nem feltétlen kéne, de hát egyszerűen muszáj. Most egy nagyon fontos mondatot mondott, és annyiszor közbevágtam már ilyen bunkótapló módon itt a mondataiba, hogy megiszom egy kávét. Következő a történet. 16 éves gyerekek jönnek itt az utcán, kezükbe energiaital. Meglátja őket néni, mit mond? Irgum burgum, hát energiaital. Ezek a mai fiatalok. Ugye? És ha ugyanezek a fiatalok, itt most ugye egy kávézóban vagyunk, itt ülnek kint a teraszon, és hasonló, nagyon klassz, jó minőségű kávét isznak, és jön az öreg néni, és meglátja őket, mit fog mondani? Semmi. Kultúrál gyerekek. Így van. Mit fogyasztanak ők? Koffein nevű kémiai anyagot. Csak az egyik az egy ilyen fémdobozos kiszerelésben, tutti-frutti ízesítésben, seri is, mit tudom én, milyen eszetlen ízesítésben van, eszetlen sok cukorral, a másik pedig mondjuk egy csészében, kicsit kesernyésen, vagy tejjel, tej nélkül, millió egyfajta létező formában, hogy miért akarunk mi akkor az energiaitalt felszögezni mondjuk arra bizonyos keresztre, a másikat pedig azt mondjuk, hogy ez pedig itt teljesen normális. Hiszen a kémiai összetevők számítanak. Az, hogy most az energiaital egy divatos, meg tök jó dizájnnal bírnak ezek a dobozkák, meg bemegy az ember, és 10 méteren keresztül lát a hipermarketben energiaitalokat fölpakolva. Persze ugyanígy kávét is, ugye ilyen kapszulába, olyan kapszulába, pörkölten, nem pörkölten, stb. És már persze ugye ott vannak a különböző kólatípusú üdítőitalok, a csokoládé, a kakaó, a teja, ugyanben szintén ugye ott van jó, kisebb mennyiségű koffein, de nagyjából az, ami ebben a csészében van koffein, ez körülbelül ugyanannyi, mint ami egy doboz energiaitalban. És egy olyan koncentrációt, koordinációt, térlátást és sok egyéb tulajdonságot igénylő tevékenységben, mint az autóvezetés. Túlzásból lehet vinni a koffeint, vagy hogy mondjam, rövid távon nem tudunk vele ártani? Igazán volt persze, hogy túlzásba lehet vinni, és ugye most ugye van ez a példa, amit most itt az elmúlt néhány napban itt ugye itt a különböző médiumokban keringett ez a miskolci fiatalember, aki rövid idő alatt nagyon sok energiaitalt megivott, volt neki ilyen-olyan-amolyan egészségkárosodás és élethalál között lebeg ugye egy kórházba, és az is ugye miről szól, egy egyedi esetről, és ugye az energiaitalokat, hogyha megnézzük, akkor azt kell mondani, hogy 14 év alatt senkinek nem javasoljuk, hogy fogyasszon. És akkor most direkt nem mondtam ki az energiaitalt, hanem hogy fogyasszon koffeint. Mert az, hogy 13 évesen valaki kávézik, nem biztos, hogy jó. Hiszen fejletlen szervezet tud egy csomó olyan dolgot okozni számára, ami majd a későbbiekben esetleg visszajött. És nem arról van szó, hogy egyszer megivott, hanem arról van szó, hogy a rendszerességről. 14 és 18 év között ugye azt mondjuk, hogy napi egy doboz energiaital, egy kávé, semmilyen káros hatással valójában nem bír. De ez nem azt jelenti, hogy én nem ittam hétfőn, kedden, szerdán, csütörtökön és pénteken, akkor szombaton, amikor elmegyek a buliba, akkor hatot betolok, és ugye a napi egyes átlag ugye megvan, mert azért ha meginna akkor hatot, akkor azért attól elég furcsa lenne. Viszont 18 év fölött már ugye idézőjelben nem tudunk korlátozni, tehát ez is egy érdekes dolog, mert hogyha akár én magam is, vagy talán ő is visszaemlékszik, még a 18. születésnapja előtt volt egy nappal. Majd néhány nappal később, amikor már utána volt egy nappal, az alatt a 3 nap alatt bölcsebb lett?
okosabb lett, tapasztaltabb lett, megfontoltabb lett, nem. Pedig ugye akkor még más törvények vonatkoztak önre, és ha betöltötte a 18-at, akkor innentől kezdve már akár ide szembe a törvényszékre is megidézhetik, előtte pedig mondjuk fiatalkorú bíróságot. Anyukamba esett a büntető jogi. Így van, egy csomó minden. És ugye persze valahol a határt kell húzni, de 18 év fölött már csak javasolhatunk. És ugye ismer-e ön esetleg olyat, aki mondjuk a szerkesztőségben naponta megiszik 6-7 kávét? Jó, húzogatják a vállukat, erősebb napokon mondjuk 3-4. Igen. Na, hát én például ismerek olyat, aki mondjuk viszonylag sok kávét iszik, egész közelről a feleségemet, mondjuk 6 kávét, körülbelül annyit megiszik naponta, reggel, amíg nem jót meg 2 kávét, addig ő azt szoktam mondani, hogy nincs emberi fogyasztásra alkalmas állapotban, és akkor ugye, hát ő is bent folyamatosan, meg otthon is folyamatosan iszza a kávét, és igazán semmi baja nincsen tőle. Sőt, attól van baja, hogyha mondjuk nincs otthon, de mondjuk ilyen nem szokott előfordulni általában, ugye, hiszen ez is tolerancia, elvonási tünet, koffeinfüggőség. Ez is egy ismert dolog, fejfájással, rossz közérzettel, ingerlékenységgel jár együtt ez az egész történet. És hogyha ez nem kávéból történik, hanem azt mondja, hogy én naponta megiszom 6 darab energiaitalt, akkor amit mondunk? Rettenetes. Borzasztó. Na, ugyanaz. Csak az egyik ilyenben van, a másik meg olyanban van. Szóval itt nagyon-nagyon fétistárként kezeljük az energiaitalokat. És most ne azt nézzük, hogy most van benne ilyen vitamin, olyan vitamin, nem érdekes itt. Magáról, ha csak a koffeinről nézzük. Tehát ha jól értem. Láncegál. Ha jól értem, akkor mondjuk tényleg egy ilyen koncentrációt igénylő tevékenységgel most nem kell feltétlenül az autóvezetésre szorítkozni, lehet itt még ezer más dolog, felelősségteljes munkakörökben, akkor inkább ennek a megvonása okozhat olyan állapotokat, ami... Hát főleg, hogyha valaki már ugye kialakította saját magába ugye a függőséget. Hát de ez az meg egy nagyon érdekes rituálé. Ugye ez a klasszikus reggel, hogy az ember reggel fölébred, és abszolút ilyen zombi állapotban, ugye most egy ilyen klasszikus dohányzó, kávézós embert vegyünk, ugye reggel mit csinál, kiül az ágyszélére, elkezd köhögni. Ugye, mert van egy krónikus hőrkorútja. Első sluk, második, elmúlik a köhögés. Akkor szája van a cigivel, abszolút ilyen Walking Dead állapotban ugye elindul a konyha felé, lefőzi az első kávét, bedobja, második cigi, következő lépés. WC. Így van. Függőségi lánc. Össze van kapcsolódva egymással. Nem pszichésen épül egymásra, vagy pedig a kémiai folyamatok pszichés, hát kémiai folyamat még annyira a sluk kiválthatja, hogy elmúlik a köhögése, hiszen mondjuk annak van ilyen rövid távú hatása, de hát ismerjük ugye a krónikus hatásait, hogy valójában milyen. De az ember megissza a kávét, letocsan a gyomrába, mert mondjuk akár 20 óra benyomja, és már jobban érzi magát. Mennyi koffein szívódott föl az alatt a 17 másodperc alatt? Valami mérhetetlen mennyiség. Szóval ennek nagyon komoly pszichés hatása van ennek az egésznek, hogy ezek így egymásra épülő történetek. És ha valami nincs otthon, mondjuk persze legritkábban ugye a fajan szokott reggelre eltűnni a lakásból, akkor az embernek ugye elvonási tünetei lesznek. Hát most gondoljon bele, egy dohányzó függő. Este 10 óra vagy 11 óra, viszintesen fúj a szél, szakad a hó, mínuszfokok vannak, és egy szál cigaretta van otthon. Tragédia, nem? Na, vagy most elszívom, na de mi lesz reggel? Vagy nem fog tudni aludni, de ilyen 2-kor fölkelek, elszívom, de mi lesz reggel? Vagy szarul alszom egész éjszaka, hogy reggelre legyen? Nem. Nekiindulok, 24 órát nyitva tartó nemzeti dohányból, mint régen a Delta című műsorban, hogy mentek szembe a hóeséssel, elmegy, mert ugye hiányzik a függőség tárgya otthonról, és akkor nem tudok már mit kezdeni ezzel az egésszel. Az viszont biztos, hogy a Zero Tolerancia 2008-as bevezetése óta a KSH adatai szerint legalábbis évről évre stabilan csökken az ittasággal kapcsolatos autóbalesetek száma. És most tényleg a sürgősségi és a toxikológiai ellátásban töltött évek alapján mit gondol? Megérett a magyar társadalom a lazításra, vagy hagyni kéne még azt a tendenciát csökkenni? Nem érett meg a társadalom. Maradjon meg ez az egész történeti null toleranciába, és majd lehet erről. De ettől még beszélni lehet róla, meg érvekel. Tehát a diskurzus kell. A diskurzus fontos is, ráadásul, hogy a döntéshozatal az alapvetően szakmai alapokon történjen, és ne arról, hogy most esetleg politikai, szakmai lobby hogyan tud ugye a döntéshozókra valójában hatni. Hát csak ez nem Magyarország. Nagyon szépen köszönöm. Köszönöm szépen.
Alapvetően az interjú előtt is az volt a véleményem, hogy nem feltétlenül engedném a kis mennyiségű alkohol fogyasztását vezetés előtt, hiszen az autó vezetése egy összetett folyamat, mind szellemileg, mind pedig fizikailag, és tudjuk, hogy sok embernek még józanul is problémát okoz. Nem gondolnám, hogy a jelenlegi közlekedési körülményekre, a jelenlegi közlekedési morára rá kéne még engedni azt, hogy valaki beülhessen úgy egy másfél tonnás dobozba, ami alkalmanként 90%-al megy, hogy olyan anyag van a szervezetében, ami akár a koncentrációs készségét, akár a reflexeit tompíthatja. Szerintem ez egyszerűen nem megengedhető. Ha valaki vezetni akar, az ne igyon alkoholt, ha pedig alkoholt akar inni, akkor ne vezessen. Na de, érdekel a ti véleményetek is. Mindenképpen írjátok meg, hogy mit gondoltok a dologról, hogy engednétek-e, hogyha engednétek, akkor milyen feltételek mellett engednétek, és esetleg írjátok meg azt is, hogy nektek mi a bevett módszeretek, hogyha mindenképpen autóba kell ülni, úgy, hogy előtte alkoholt fogyasztok, akkor az sofőrszolgálatot hívtok, esetleg egy rokonnal egyeztettek, vagy valami más legális megoldást választotok. Ha tetszett a videó, akkor iratkozzatok fel, nyomjatok csengőt, lájkot, és akkor is tegyetek így, hogyha nem tetszett a videó, mert nagyon sokféle tartalmunk készül, és simán lehet, hogy a következő tetszeni fog, és hamarosan újra találkozunk.